Jó napot kívánok! A következő előadás egy olyan témakörről szól, ami az idegélettan és a lélektan meccéspontján áll, vagyis a kognitív ferdítés, vagy ítéletalkotási torzítás. Angolul ez a kognitív bias, vagy kognitív judgment bias témakör, amelyet természetesen a laborállattudomány szempontjából fogunk szemügyre venni. A képen New York-i otthonában Yoko Ono és John Lennon látható, amint azt kérik, hogy hagyják békén a hajukat és az ágyukat, amivel azt szerettem volna illusztrálni, hogy az előítéletek sajnos mindennaposak az életünkben, de az nem azonos az ítéletalkotási torzítással, annál súlyosabb és nem tudományos jellegű fogalom. Az előadás vázlatában az alapfogalmak után a fájdalom szenvedés összetevőit vizsgáljuk meg, és különös tekintettel az érzelmek és az értelem, az emóció és a kogníció kölcsönhatása. Majd különböző állatfajokkal végzett kísérletek példáit mutatom be. Végül az életkor és a nem hatását, valamint az állati személyiség befolyásoló szerepét vizsgáljuk meg. A fájdalom és a distressz érzékelésében segítségünkre siat az élettani mutatók gyűjtése, a viselkedés megfigyelése, saját esetünkben a szubjektív egyéni érzékelés, és a negyedik összetevő a kogníció, és ezt úgy is szokták érzékeltetni, hogy a pohár félig üres vagy félig teli számomra. Mi kellett a kogníció? A kogníció megismerést jelent, vagyis az észlelést, az információ földolgozását, ember esetében az érvelést is, és az emlékezést fölölelő gondolkodási folyamat. Egy lény, és tudatosan ezt használom, nem csak az emberre korlátozódik ez a fogalom, egy lény gondolatai, tudása, világértelmezése, azaz a világ, ahogyan a lény azt értelmileg fölfogja és megismeri. Mi történik akkor, hogyha stressz hatás ér egy lényt? Először is vegetatív izgalom keletkezik, ezt a pszichológusok arousalnek hívják. Az amigdalán keresztül nem tudatosuló érzelmek haladnak a felsőbb agyterületek felé. Majd következik az értelmi kiértékelés vagy becslés, amelynek során a lény céljai és jólléte szempontjából fogja az észlelt fenyegetettséget értékelni pillanatnyi hangulatától is függően. És ebből áll össze az élmény minősége, intenzitása és a kockázat megítélése, közeledés vagy távolodás a stresszorhoz. A tartós kognitív torzítás tulajdonképpen a depresszió, és az ítéletalkotási torzítás a pessimizmus. Az ítéletalkotási torzulás fogalmát Tversky és Kahneman 72-ben vezette be a tudományba, mégpedig az aként, hogy az észlelés, emlékezés, gondolkodás és ítéletalkotás során történő rendszeres torzulás. Nagyon fontos ez a szó, rendszeres, ami azt jelenti, hogy nem egyéni és nem véletlenszerű, és általában nem tudatos. Így bár vannak ellenpéldák, de azért, ha egy kamionsofőr szót hallok, inkább férfire gondolok, és légikísérő esetében inkább stewardessre, ez az úgynevezett gender bias. De sokkal talán elterjedtebb a megerősítési torzulás,
azt az ingert információt keressük, ami megfelel a véleményünknek. Ugye a kék és a piros emberek kék és piros híreket kívánnak fogyasztani, és nyilván olyan tévé csatorna híreit nézik. De már a tudományban is fölbukkan, ilyen például a tudatos vagy nem tudatos mintavételi torzulás, ami az eredményeket módosítja. Az ítéletalkotási torzulás azért jön tulajdonképpen létre, mert a kognitív és az affektív folyamatok összekapcsoltak, kölcsönhatásban járnak. Az érzelmek kialakulásában, ami ugye az affektív oldala, az éberség foka és a vonzerő, mint kétdimenziós rendszer a meghatározó tényezők. Az érzelmi állapotot nonverbálisan lehet megismerni, és ez az állatokra is érvényes, amikor is az állatok megtanulnak egy pozitív ingert egy negatívtól elkülöníteni, és ezekre mindig ugyanolyan egymástól különböző viselkedési választ adni. Kétértelmű inger következik, és ekkor az érzelmi állapot a hangulat függvényében a döntés eltolódik, és ez a viselkedési válaszban megmutatkozik. Mégpedig leginkább a negatív folyamatok várásában és a folyamatok negatív értelmezésében. Harding 2004 Nature az első ilyen jellegű állatkísérleti leírás. Kicsit közelebbről megnézve az érzelmeket vagy emóciókat, ezek egy ingerre adott rövid lefutású érzelmi válasz, ami azonban sajátos fizikai változásokkal jár együtt. A latin kimozdítani, emovere szóból ered. Az érzelmek lehetnek pozitívak, amikor közeledést vált ki, jutalmazást keresünk, és negatív, amikor büntetéstől igyekszünk távol maradni. Minden az élettani fitness érdekében történik. Az említett kétdimenziós rendszerben a kedveltség és az éberség függvényében látható a fő érzelmi állapotok elhelyezkedése. Az érzelmek hátterében a fő neurotranszmitterek a szerotonin, dopamin és noradrenalin, és itt csak a szégyen megalázottságot emelném ki, ahol mind a három neurotranszmitternek kicsi a koncentrációja az agyban. Az érzelmek és a hangulat mérése az állatokban különösen nehéz, mert közvetlenül nem mérhető. Együtt jelentkezik a hangulat és a fájdalom hatása. Ezért tudnunk kell értékelni az állat válaszát. És ehhez jelentkezett Harding és munkatársai a Nature-ben, amiben kimutatta, hogy a közérzet hat az állatok döntésére is, a pesszimista patkányok másként reagálnak, mint az optimisták. Hát hogyan lettek pesszimisták? Úgy, hogy a kényelmes, környezetgazdag állandóságot élvező ketrec helyett zűrös ketrecbe rakták, ahol időnként bosszantották, változtatták a fényviszonyokat, változtatták az almot, változtatták a szociális ketrecpartnert, tehát ezek pesszimistává tették a patkányt. Hogyan tudjuk ezt bizonyítani? Úgy, hogy a két szélsőséges hang, ami 2 és 4 kHz volt, eltérő jelentést hordozott. Ezeket megtanulása után a kettő között tesztelték az állatot. Egész pontosan betanították az állatot, ha az A hangot nyomja, a A hangot hallja, nyomja meg a pedált, mert kap egy jutalomfalatot.
a B hangot, nehogy megnyomja a pedált, mert egy erős fehér zajt kapna. 9 napig tartották rendes és balhés tartásban, és elvégezték a tesztet az átmeneti hanggal. A pesszimisták nem nyomták le, vagy később nyomták le a pedált, amit itt képen is tudok illusztrálni, hogy a várakozási idő és a választási arány merőben eltért, a balhés ketrecbeli patkányok csökkent pozitív várakozást és kockázatvállalást mutattak. És azt jelenti, hogy emberi szavakkal leírva, és azt mondták, hogy jaj, dehogy nyomom meg a pedált, mert a rosszabbik forgatókönyv érvényesül, és jön az a visító fehér hang. Bridges és Hall finomították és rövidítették a patkánytesztet, állatvédelmileg is jobb, ugyanis egy erős és egy gyenge pozitív között kell választani, igaz, előtte kell egy enyhe takarmány megvonás. A betanítást nem csak a hely, hanem szag kapcsolásával erősítették, és a jutalomfalatot ki kellett ásni a homokból. Ez a mi Zizingnek hasonlító Csirios volt, a kicsi az fél, a nagy pedig három nagy. A kulcsinger viszont az volt, hogy amikor oda mennek a pozitív vagy negatív helyre és szagra, akkor a smirgli vagy dörzspapír durva vagy finom volt. Tehát akkor a tesztelés majd egy átmeneti durvaságú smirglivel fog történni. Látjuk a kísérleti elrendezést, és ugye a két szag az koriander volt és fahéj. Az eredmények azt mutatják, hogy a környezet gazdagított ketrecből jövő patkányok inkább optimisták, és a nem környezet gazdag ketrecből jövő patkányok az átmeneti ingerre, átmeneti smirli durvaságra egészen más várakozási időt mutatnak. A legfontosabb laborállatunkra, az egérre Bolein és munkatársai dolgoztak ki tesztet, de már rögtön egy szorongó és egy flegma egértörzset vizsgáltak párhuzamosan. A betanítás során két kedvelt szakhoz, mind a kettő kedvelt volt, pozitív, illetve negatív tulajdonságot kapcsoltak. Ezt úgy csinálták, hogy először is egy mandulát alkalmaztak, amiből a pozitív az kezeletlen volt, a negatív pedig kininbe mártva, és ezt társították még szaggal. A kétértelmű, a két szag különböző arányú keverékei voltak, és a mutató a mandulához menés és az elfogyasztás ideje voltak. Itt láthatók a technikai részletek, hogy szűrőpapírra csöppentik az illatot, 100 a nulla, illetve átmeneti és 0-100 arányban. A vérből kortikoszteront mértek, és érdekes módon kiderült, hogy a kevert szag esetén nagyobb értéket lehet mérni, akár a pozitív, akár a negatív szaghoz viszonyítva. Tehát stresszesebbnek érzékelte az állat az átmeneti szagot. És az eredmények azt mutatják, az mandula evési idő, hogy a balcé szorongó patkányok, és nézzük a szürke oszlopokat, egyre aggódóbb lesz, haboznak megenni azt a mandulát, amelyet kétértelmű szaggal együtt kínálnak. Ez egy negatív ítéletalkotási torzulás, mind vörös, mind fehér fényben. Ezzel szemben a 129 P3 flegma patkányok odasétáltak mindenféle ingerre esetén, és felfogyasztották tehát a mandulát. Megvizsgálták az érzelemmel kapcsolatos agyrészeket is, megnézvén, hogy azok hogyan aktiválódnak.
és ezt úgy tették, hogy a CFOS aktivitást mérték 2 órával a teszt után. A CFOS nem más, mint egy közvetlen korai gén, egy olyan gén, amelyet mindenképpen a sejtek az ingerléskor kiválasztanak. Ezeknek a pozitivitását nézték négyzetmilliméterenként. És így pázolhatjuk az idegillettani alapokat, tehát a jelenlegi érzelmi állapot az amigdalán, a prelimbikus kortexen keresztül hat a felsőbb agyterületekre és kiértékelődik. Fontos a dopamin rendszer és a laterális szeptum jelentősége. Áttérvén a sertésre, a Dummerstorfi kutatók jelszava vagy mottoja szerint minden disznó másmilyen, amelyek megtaníthatók arra, hogy egy kifutóban a balra álló fedeles vájúban van mindig takarmány, a jobb oldaliba, vagy nincs, a jobbra állítottban van takarmány, és azt ők megkóstolhatják. Szociális, néhány órás szociális elkülönítéssel pesszimista disznókat hoztak létre, majd kétértelmű helyzetre középre állították az etetőt. A elkülönített pesszimista sertések nem mentek oda a kétértelmű helyzetben levő vájúhoz, mint itt a képen is láthatjuk. De a madarak körében is kimutatható a jelenség. Itt egy papírkúp volt a jelzés, amelyet egy negatív és egy pozitív helyre tanítottak be, amelyet jutalmazással, lisztkukaccal, illetve levegővel büntetett odafújással tettek pozitívvá és negatívvá. Majd 7 napon át a madarak felét kortikoszteroiddal átitatott lisztkukaccal etették, ezek pesszimisták lettek, és ezt a teszt egyértelműen mutatta, mint ahogy ezt a Nature Scientific Reportban leírják. De a kutya legközelebbi társállatunk is mutatja ezt, és itt állatjóléti felhasználásra dolgozták ki a tesztet, amikor is a magányossággal összefüggő viselkedés, ami különböző negatív viselkedéselemek összegzett értéke, ezt hozták összefüggésbe a döntéssel. Mégpedig a kísérleti elrendezés úgy nézett ki, hogy pozitív és negatív ponton volt az etetőben jutalomfalat, az átmenetiekben, kétesekben nem. Nyilván az állatok nem tudták, és az elvégzett eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy az etetőhöz való odaérés ideje összefüggést mutat a magányossággal összefüggő viselkedés pontszáma között, tehát annál pesszimistább, minél inkább mutatja ezeket a káros viselkedés elemeket. Néhány szó a telomérekről és az öregedésről. A sejtosztódáskor a kromoszómák végét védő sapkácska a telomér, ezek ismétlődő bázissorrendek, amelyek a sejtosztódással és az idővel egyre kopnak, 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 majd elkopnak, és elérkezik a programozott sejthalál, az apoptózis, és ha soppan, akkor a teljes szervezet halála. Igen, de ha van a sejtben telomeráz reverse transkriptáz gén, mint így a lősejtekbe, a ráksejtekbe, akkor ezt tudja pótolni. Nos, a zebrahalba rendelkezésre áll a VAD típuson kívül egy telomeráz reverse transkriptáz gén kiütött mutáns, amelyet szintén bevontak a vizsgálatba. És mit találtak? Azt, hogy
egy megfelezett nyolckarú labirintusba először kialakítottak egy pozitív és egy negatív pontot. Egyáltalán az alap az, hogy a zebrahal képes az inger általánosítására és az emlékezésre. Nos, a helyen kívül, ahol volt jutalomfalat és volt üldözés hálóval, tehát negatív, még színekkel is megerősítették, piros és zöld. És ezt követően kétértelmű karokban kétértelmű színeket mutattak. A kérdés, hogy a kiinduló pontból milyen gyorsan lép be a kétértelmű karokba. És azt látjuk, miután párhuzamosan elvégezték a vizsgálatot mind a két genotípuson, és fiatal és időskorban, hogy csak a fiatal vad típus nem pessimista, tehát a kisebb a piros, sok piros aránya, de már a 4 hónapos mutáns inkább pessimista, és a 9-9 hónapos mind a két fiatal öreg mutáns és a öreg vad típus egyaránt pessimisták. Ez azt a megállapítást engedi meg, hogy a telomérek állapotával jelzett kor vagy élettani állapot kapcsolatban áll a pessimista ítéletalkotási torzulása. Ízeltlábúak körébe menjünk, és a szép ábrán csak a proboszcis szívó szájszervet nézzük, mert ennek mozgatása révén döntötték el, hogy elkívánja-e a teszt mézet fogyasztani a méhecske, vagy nem. A méhecske esetében szerves vegyületeket használtak, szaganyagokat, 1 a 9, 9 az 1, két szerves vegyületet, és azok különböző arányú keverékei. Először már két vegyületre kialakítottak egy pozitív cukros méz és egy negatív kinin választ, majd az állatok felét 60 másodpercig mechanikusan, nagyon intenzíven rázatták, majd elvégezték a tesztet. A teszt azt mutatja, hogy jobboldali ábrát lehet nézni, hogy a fekete pöttyöcskék, a shaken méhek a választása a kétes helyzetekben a középső 3 pont egyértelműen különbözött, tehát föllépett az ítélet alkotási torzítás. Ezzel párhuzamosan a hemolimfában mérhető biogén aminok, dopamin és rokonvegyületek aránya csökkent egyértelműen, mutatván a neurokémiai hátterét, ezek csak az emócióval kapcsolatos érzelmek, biogén aminok. A patkányok esetében vizsgálták a kor és a nem szerepét olyan szempontból, hogy depresszió modellt kívántak kidolgozni, ugyanis a nők körében gyakoribb a depresszió, és másként reagálnak a gyógykezelésre. Két teljesen eltérő külsejű ketrecet alakítottak ki, és az egyikbe betéve minden nap az állatot, az ott áramütést kapott. Ez így ment nap mint nap. A 16. napra már egyértelműen kialakult az állatokban a kialakult, hogy ha ebbe a ketrecbe helyezték őket, akkor lefagytak. És a 18. napon egy átmeneti ketrecbe tették az állatokat. A csoportok szerint szét van bontva, tehát hímek, nőstények, növendék, fiatal fölnőtt és középkorú hímek, mindezt a 18. napi teszt alapján. Most azt lehet tapasztalni, hogy a fiatal fölnőtt nőstények, alsó-középső, NDL, és a középkorú hímek a legpesszimistábbak,
az átmeneti ketrecben áramütés nélkül is lefagynak. Szintén csoportosítható a nemek szerint a ábra, és azon pedig azt tudjuk látni, hogy a középkorú hímek sokkal pessimistábbak, mint a velük egykorú nőstények, itt a szélső jobb, itt a kettős kereszt ábra. A Bregmapont azonosítási alapján a különböző agyterületekből mintát vettek, elvégezték a CFOSZ aktivitás megmérését, és korreláció a hőtérképek alapján korrelációkat állapítottak meg. Egyértelműen kiderült, hogy a idegi aktiválódás formációjában jelentős nemi különbségek voltak. Milyen nemi különbségek? Az, hogy a nőstények inkább a limbikus és a jutalmazó rendszert aktiválták, a hipokampuszt és a frontális kortexet kevésbé. Ezt magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy a nőstények inkább érzelmi alapon fagytak le, a hímek pedig érzelmi és értelmi alapon. Az utolsó kísérlet azt mutatja, hogy a személyiségnek rendkívül nagy a szerepe az ítéletalkotási tesztben. Minden korábbi teszt, jellegű tesztet elvégeztek két törzsön, és azt találták, hogy nagyon nagyok az egyedi eltérések, tulajdonképpen ez a fő megállapítás, de még azért is érdekes ezt bemutatnunk, mert ezt már az előre mutató képernyő érintéses módszerrel csinálták, ugye a felső a középső vonalnak a helyzete, felső-alsó, ugye pozitív-negatív és központi, tehát kétes. A említett állatfajokon kívül itt néhányat bemutatok még, amelyeken szintén elvégezték és bizonyították az ítéletalkotási torzulást, és ezért a Vidd haza üzenet első pontjában megmerem kockáztatni, hogy az ítéletalkotási torzítás általános élettani vagy kórélettani jelenség. Nagyon fontos a törzs, az ivar, sőt az egyediség módosító hatása. Jelentősége abban áll, hogy humán modell lehet, és az állati jólét nagyon jó mutatója, és a jövő útja a képernyő érintéses vizsgálat. A pohár mindig félig van töltve, ezért nem kell keseregni azon, hogy miért nincs tele, annak kell örülni, hogy nem üres. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!